Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Az oroszlány ellen szereznék meg második hazai győzelmüket a kékcápák. Megőrizni dobogós helyezését a szezon végéig a Máté Szalkai futballcsapat. Már 4 felkészülési meccsen vannak túl a nyírbátori férfi kézilabdázók. Egy pontos győzelmet aratott Diós Győrben a nyíregyházi kosársuli. Diák olimpiai döntőben szerepelt a vasvári Röpi és futszál csapata. Szombaton ismét hazai környezetben játszik a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A tabella utolsó helyén álló kékcápák a 10. oroszlányt fogadják. A Kecskemét elleni meccsen megszületett a várva várt hazai győzelem. Mekkora megerősítés ez a munkát illetően, és mekkora energiákat szabadított fel? Összességében természetesen örülök annak, hogy megnyertük végre az első hazai mérkőzésünket, ami a szurkolóinknak egy nagy öröm lehet, hiszen elég sokat vártak erre, de a csapatot tekintve ez még ha egy nagyon fontos siker is, semmit nem jelent a céljaink elérésének végén, hiszen még nagyon sok mérkőzést meg kell ahhoz nyernünk, hogy el tudjuk érni a célunkat, és ne az utolsó helyen végezzünk az alapszakaszban. Látszik-e az a fejlődés a csapatjátékán, amit felrajzolt, amikor megérkezett? Még mindig a folyamat elején járunk, de már van 2 győzelmünk ebbe a periódusba, aminek kifejezetten örülök, hogy a legtöbb játékos komolyan veszi a munkát, és mind védekező térfélen, mind támadó térfélen látszik a fejlődés a csapaton belül. Legfőképpen a magyar játékosokat tudom most kiemelni, hiszen többen előre léptek, és tudjuk, hogy nagyon nagy szükségünk van rájuk, hiszen nélkülük nem érhetjük el a célunkat. Még egyszer mondom, a legtöbb játékoson ez érződik, de még mindig több kell, és azon dolgozunk, hogy ez a folyamat beérjen. Ha megnézzük a tabellát, 2 olyan ellenfél is lesz, amely ellen nyerhető a mérkőzés, talán meg is kellene nyerni, hogyan készülnek erre a sorozatra. Most nem vagyunk abban a helyzetben, hogy számogassunk, hiszen minden mérkőzés élethalál számunkra, de ahogy a filozófiámban is, ugye a csapattal is csak mérkőzésre készülünk. Így van ez szombaton az Osa Lions ellen, ami azt gondolom, hogy számunkra most egy kötelező győzelem. Függetlenül attól, hogy vannak januárban mindenhol így nálunk is betegek, van némelyik játékosnál kisebb sérülés, de nem léphetünk fel úgy pályára, hogy feladjuk azt az adott mérkőzést, hiszen minden egyes győzelemnek komoly értéke van. Úgyhogy mind a szombati, mind a következő mérkőzéseinket szeretnénk megnyerni. Közönségre nem lehet panasz, hiszen a vesztes meccsek után is búzították a csapatot, megtapsolták a csapatot, mekkora segítséget jelentenek. Nagyon örülök neki, hogy még hogyha kisebb csarnokban is játszunk, azt látom, hogy mikor bemegyek a pályára, már szinte tele van a csarnok, és a kezdő sípszóra meg is telik. Még a vesztes mérkőzéseink után is úgy jöttek a következő mérkőzésre az emberek, hogy ki voltak éhezve a sikerre. Örülök, hogy megadatott most a Kecskemét ellen, és nagyon nagy energiákat szabadít ez fel, mind bennem személyesen, mind a csapatban, úgyhogy kérjük őket és buzdítjuk őket arra, hogy továbbra is jöjjenek, és harcoljuk egymással a győzelmet. A Kecskemét elleni hazai mérkőzésen megszületett az első hazai győzelem, a közönség nagyon örült. Ti hogy éltétek meg ezt a régóta várt sikert? Igazából már a meccs előtt is tudtuk, hogy ezt a Kecskemétet meg lehet verni, főleg hazai pályán. Már a meccs elején szerintem úgymond megéreztük a vérszagot, hogy tudunk, van esélyünk a győzelemre, és hát meccs közben ugye ez alakult ki tovább, nagyon sokáig vezettünk, néha egyszer azt hiszem átvették a vezetést, de úgy gondolom, hogy az egész csapat egész végig, egész meccsen érezte, hogy sikerülhet a győzelem. Játékosok edzenek hétközben, aztán ott a meccs, nem nagyon volt sikerem, és itt egyáltalán nem volt az elmúlt hetekben, hónapokban, mekkora megerősítése ez annak a munkának, annak a szemléletnek, ami az új edző érkezésével meghonosodott a csapatnál? Azt tudni kell, hogy nagyon sokat készülünk és edzünk, ugye múlt héten ez nem biztos, hogy annyira látszott, mivel egy hét alatt 3 meccsünk volt, ugye ez nagy fáradtságot is jelent. Én úgy gondolom, hogy kezd kis lépésekbe, de biztosan látszik a fejlődés mindenkin egyébként, magyarokon, légiósokon, az egész csapaton. Talán egy kicsit még a csapat összhangon a pályán kell javítanunk, de úgy gondolom, hogy abban is fejlődést értünk már el. Az látszik, hogy te abszolút élvezed a vezetőedző bizalmát, és élsz is vele. Hogy értékeled az elmúlt meccseken nyújtott teljesítményedet? Szerencsére megkapom mint fiatalként is a bizalmat. Próbálok ugye élni a lehetőséggel. Igazából nem gondolom túl, vagyis hát nem gondolkozok túl sokat azon, hogy most mit, hogy kéne csinálnom a pályán, csak próbálok játszani, próbálok a csapatért főleg játszani, és mindent megtenni a győzelem érdekében. Hétvégén az oroszlány ellen
megint egy olyan mérkőzés, amire azt mondják a szurkolók, hogy egy nyerhető, gondolom, ti is nyerni szeretnétek. Milyen meste számítasz? Mindenképp kemény meste számítok. Ugye idegenben még a szezon elején sajnos kikaptunk, de azóta már ugye nyilván más csapatunk van. És mi leszünk hazai pályán, és ez ugye nagyon sok erőt ad nekünk. Látszik is, hogy hazai pályán azért minden csapat jobban játszik. Mindent megpróbálunk megtenni a győzelem érdekébe. Említetted a fejlődést, azt már lehet látni, hogy nagy valószínűséggel a utolsó helyek valamelyikén kezdi majd a rájátszást a Nyíregyháza. Mekkora potenciál van még szerinted ebben a csapatban, hiszen a nagy dolgok igazán majd ott dőlnek el? Igen, szerintem a potenciál az majd ki fog jönni, ugye még 8 mérkőzésünk van az alapszakaszból. Minél több meccset próbálunk megnyerni, és én reménykedem benne, meg úgy is gondolom, hogy nem az utolsó helyen fogunk végezni, ami ugye majd a play-outban nagy előnynek fog számítani. A Hübner Nyíregyháza Blue Sharks oroszlány mérkőzés szombaton 18 órakor kezdődik a Tiszavasvári úti csarnokban, a Kölcsei Televízió nézői pedig vasárnap 20 órától láthatják a találkozót. A 19. forduló további párosítása a következő: Kecskemét Albafehérvár, Sopron Zalaegerszeg, Körment Budapesti Honvéd, Deac Atomerőműese és Szeged Kaposvár. A megyei első osztályú tabella harmadik helyén várja a tavaszi folytatást a Máté Szalkai futballcsapat. A Kis Tamás által irányított együttesnél nem lesz komoly változás a játékos keretben, és szeretnék megőrizni pozíciójukat. Január 10-én kezdtük a felkészülést. Hál' Istennek nagyon jó körülmények között tudunk dolgozni, hiszen van 2 kiváló edzőpályánk, és ott az egyikent folyamatosan tudunk dolgozni. A múlt hét egy kicsit nehézkes volt, hiszen rengeteg csapadék lejött, és ezáltal kíméltük egy kicsit a pályát, de van 2 kis műfőnk is, ahol tudjuk a felkészülésünket végezni. Ilyenkor leginkább az érdekli a szurkolókat, hogy van-e mozgás, és ha van, milyen a játékos keretben. Igen, egy minimális mozgás, már ugye télen is mondtam, hogy szeretnénk. Úgy néz ki, hogy a Tangel Lászlóval megállapodtunk, a Nyíregyházától kölcsön kapjuk. Ugye a Nyíregyháza 2-ben szerepelt, pozíciót tekintve csatár, úgyhogy mindenféleképpen úgy gondolom, hogy nagy segítség, illetve maximum még esetleg egy érkező lehet. Távozókról még egyelőre nem tudok beszélni, de így ezáltal valószínű, hogy lesznek távozóink is. Amatőr csapatról van szó, milyen az edzés látogatottság? Az elmúlt 2 hétben, hogy megkezdtük a felkészülést, 20 fő alatt egyszer se kellett edzést tartanom. Jött fel 3 utánpótláskorú játékos, ők tényleg a jövő, és nagyon tehetségesek, és ezért is szeretnénk, hogyha velünk csinálnák a felkészülést, hogy megszokják ezt a légkört, és akár hosszú távon majd segítség legyen itt a felnőtt csapatnak. Úgyhogy az edzés létszámon nincsen problémánk. Hány felkészülési meccset tervezhetek a bajnoki rajtig? 5 felkészülési mérkőzésünk lesz, Hajdúböszörmény, Loki U19, játszunk még a Deac 2-vel, Gyulaházával és a Tarpával. Azt szokták mondani, hogy tavasszal jobban meg kell küzdeni a bajnoki pontokért minden osztályban, milyen tavasszal készültök? Én nekem is ez a véleményem, pont az első edzésen ezt mondtam a fiúknak, hogy ugye itt egy kis szerencsével, a Halász visszalépésével, ugye itt a 4. helyről 3. helyre felugrottunk, itt a jobb gólarányt nézve, ugye a Kemecsét megelőztük, de ugyanezt emeltem ki én is, hogy itt minden egyes tavaszra el lehet mondani, hogy sokkal-sokkal nehezebb, ugye itt a kieső csapatok megpróbálnak mindent megtenni annak érdekében, hogy elkerüljék a kiesést. A felső háznál pedig ott mindenki megpróbál, hogy legalább a dobogóra érjen. Alapból nagyon-nagyon éles a bajnokság, hiszen azt hiszem az első, illetve a 6. hely között 4 pont különbség van, úgyhogy nagyon éles a bajnokság, úgyhogy minden egyes pontnak, minden egyes büntetőnek óriási jelentősége lesz a tavaszi szezonban. Nem változik jelentősen a játékos keret, ez azt jelenti, hogy a csapat játéka is marad az, ami össze volt? Igen, természetesen mindig a játékos kerethez igazítjuk a játékformánkat is, de mivel ugye nagyon nagy mozgást alapból nem terveztünk, úgyhogy maga a játékstílusunk is szeretném, hogyha megmaradna, ami ősszel volt. Ugyanazon az úton dolgozunk tovább, szeretnénk minél látványosabb futballt játszani, a közönségünket kiszolgálni, és természetesen, ha már így hozta a sors is, hogy dobogón vagyunk, akkor ezt tavasszal szeretnénk megőrizni. Elég a dobogó, vagy
igazán azzal lennél elégedett, hogyha a bajnokság végén a Máté Szalka neve lenne a tabella első helyén? Most hazudnék, azt mondanám, hogy nem lennék nagyon boldog, de természetesen, hogy első éven Máté Szalkán elégedett lennék a dobogóval is, de mivel hogy nagyon nyílt sisakos a bajnokság, én úgy érzem, hogyha tényleg fegyelmezettek, koncentráltak leszünk és maximális teljesítményt nyújtunk, akár benne lehet merészebb álmok is, de egyelőre a dobogó az viszont szeretnénk mindenféleképpen elcsípni tavasszal. Az NB2 északkeleti csoportjának harmadik helyén készül a folytatásra a nyírbátori férfi kézilabda csapat. Falcsik Miklós együttese már túl van 4 felkészülési mérkőzésen. Ilyen későn még soha nem kezdtük a felkészülést, hiszen az iskola, ugye tudjuk, hogy a meghosszabbított téli szünet miatt később nyitott ki, így mi sem tudtunk edzeni. Illetve hát otthoni feladatokat adott ki Falcsik Miklós edző a játékosoknak, amit különböző applikációk, ezek többnyire futás, kondicionális edzések, amit különböző applikációkkal vissza is tudtak igazolni az elvégzett feladatokat. Így január 9-én tudtunk elkezdeni készülni, amikor az iskola szezon beindult. 7 edzőmérkőzés lett a felkészülés során betervezve, amiből 4-et le is játszottunk. Az előttünk álló 3 mérkőzés az még előttünk van, ami csütörtökön Kisvárdán folytatódik, illetve pénteken az Újfehértó hazai pályán, illetve a következő héten Fehérgyarmaton fogjuk befejezni, és rá egy hét múlva kezdődik a bajnokság. Volt-e valamilyen, vagy lehet-e valamilyen változás a játékos keretben? Tulajdonképpen ugyanazzal a játékos kerettel fogunk neki menni a tavaszi szezonnak, amivel az ősz befejeztük. Ez azt jelenti, hogy sajnos Vasas Gyurcitól sérülése miatt meg kellett, hogy váljunk, illetve befejezte Gyurci a játékos pályafutását, hiszen mint normál átlagember még sokáig tud azzal a kézzel, amit műtétileg lehetne, hogyha újra kézilabdázni szeretne, rendbe hozni. Úgyhogy tulajdonképpen ugyanaz a keret, amivel befejeztük az őszi szezont. Ez egy kicsit megszűkült, vagy szűkebb lett ez a keret, de így több lehetőséget fognak kapni a helyi fiatalok, és így fogjuk a tavaszi szezont befejezni. Milyenek az edzőmeccsek tapasztalatai? Mivel hogy az edzőmérkőzések arra vannak, hogy nem is az eredmény, de a csapatnak az összekovácsolása, begyakorlása történik ezeken a mérkőzéseken. Tulajdonképpen a 4 felkészülési mérkőzésből 3-at megnyertünk, egyet a DVTK ellen, aki igencsak megerősödött, és a bajnoki címnek egyik várományosa. Szenvedtünk vereséget, de mondom, itt jelen pillanatban nem ez a lényeg, azért megpróbálunk nyilván eredményesek maradni, hogy ugye azért önbizalommal menjen neki a csapat a tavaszi szezonnak. Említette a DVTK-t, mint a bajnoki cím egyik várományosát. Ott van még a Mezőkövesd, az Acélvárosa. Nyírbátor a harmadik helyen várja a folytatást. Az őszi-öttel szemben tavasszal 6 hazai meccsetek lesz. Meg lehet-e tartani ezt a pozíciót? Mi a cél? A szerencsés, hogy az őszhöz képest tavasszal 1 mérkőzést sem többet játszunk hazai pályán. De el kell, hogy mondjam, hogy ugye a Mezőkövesdet nem kell külön ecsetelni, a Diósgyőr is erősödött a téli szünet folyamán, az Acélvárosról nem beszélve, aki szlovák volt válogatott játékossal is erősített, úgyhogy a célunk az, hogy megpróbáljuk megtartani a dobogós helyünket, de ez egy óriási bravúr lenne, de erre fogunk törekedni. Az őszi hazai meccseken jó hangulat volt a mérkőzéseken. Mennyi segítséget jelent a szurkolók támogatása, mennyiben számítotok rájuk tavasszal? Nagyon örülök neki, hogy az őszi mérkőzéseken egyre nagyobb számban jöttek el szurkolók. Ezt gondolom annak is köszönhető. Hát azért az elmúlt 2 szezon bajnokának a mérkőzéseit rejönnek, de véleményem szerint az is hozzájárult ehhez, hogy egyre több hazai fiatal kap, ha még csak részlegesen is, de egyre több lehetőséget, és valóban jó hangulatot teremtenek a
pálya körül, illetve hát minden mérkőzésnek a savaborsát a közönség is jelenti, ezért a tavaszi szezonban is számítunk rájuk, lelkes szurkolásukra, és várjuk őket. Mikor és ki ellen kezdi majd a tavaszt a Nyírbátor? Idegenbeli mérkőzéssel kezdünk Tiszavasváriba, ami nagy mértékben véleményem szerint meghatározza az egész tavaszi teljesítményünket. Ez 18-án szombaton lesz Tiszavasváriban, mert hogyha sikeresen veszük a rajtot, az a csapat hangulatára, önbizalmának is jót tesz, úgyhogy mindenféleképpen jól szeretnénk kezdeni a tavaszt. Egy pontos győzelmet aratott Miskolcon a nyíregyházi kosársuli Farkasinszki Gyuláni együttese a DVTK U23-as csapatához látogatott, és 45-44-re megnyerte a találkozót. Amikor legutóbb beszélgettünk, és szóba került a DVTK U23 elleni meccs, akkor azt mondtad, az a kérdés, hogy milyen csapat találnak ki. Az eredményt tudjuk, egy ponttal nyert a Nyíregyháza. Milyen csapat ellen? Mindannyian tudtuk, hogy ez egy diákolimpia hétvége, és azt is, hogy ugye itt a juniorkorú játékosok nagy része valamelyik középiskolába fog jelni, és két csapatuk is bejutott az országos döntőbe. Így maradt az, hogy az NB1-ával játszó játékosok, ugye, akik ott edzenek is, meg az Euróligában is játszó játékosok ellen léptünk pályára. Érdekes volt, amikor megláttuk a játékos keretet, de számítottunk rá, tehát azért itt az előzetesből lehetett tudni, hogy igazából nem marad más játékos állomány, tehát ellenük kell majd felvennünk a harcot. Kicsit félve mentünk oda, hogy mi is lesz, azért mégiscsak egy rutinosabb, talán többet edző csapat ellen kell játszanunk, de hál' Istennek nem okozott különösebben gondot. 89 pont született a mérkőzésen, ugye 45-44-re nyertetek. A dobóformával volt a gond, vagy pedig inkább a küzdelem jelleg dominált a meccsen? A küzdelem jelleg dominált inkább ezen a mérkőzésen. Most nem azt mondom, hogy most egy olyan brutális verekedés lett volna a pályán, mert az igazából nem jellemző, hanem maga a szó szerint a kemény játék, rengeteg ütközéssel, rengeteg olyan kihagyott helyzetekkel. Hát volt olyan, hogy ez a 3 percen keresztül egyik csapatra dobott pontot. Hát azért ez jól jellemezte a mérkőzést. Mind a két csapat keményen védekezett, mind a két csapat megpróbálta az ellenfél gyengéjét kihasználni, és mondjuk fej mellett haladtunk. Tehát az a fél idős 24-24 lett, ami azt jelenti, hogy más esetben egy negyedben dob a bármelyik csapat 24 pontot. Itt megpróbált mindenki minden olyan taktikai dolgot elővenni a repertoárból, amivel esetleg meg tudja letni az ellenfelet, de nem sikerült senkinek semmi, maradtunk végig az emberfogás mellett, mert az működött mind a két csapatnál leginkább. Néhány évvel ezelőtt beszéltük, hogy ezek a lányok, akik most játszanak a csapatban, már abban nőnek bele, hogy nem csak kosarazni tanulnak meg, hanem felveszik a kesztyűt adott esetben. Egy rutinosabb, keményebb ellenféle szemben is lehet azt mondani, hogy most már beleértek ebbe a szerepkörbe is? Igen. Tehát én úgy gondolom, hogy ugye az ellenfél edzője is azért egy igencsak elismert szakemberben, ugye a Szitekről beszélünk, aki azért válogatottaknak volt a vezetőedzője, tehát ugye, és a játékosok, akik ennél játszottak, azért az NB1-ával edzenek, Euroligába játszogatnak, ugye nem sokat, de azért pár perceket adott. És tehát az ő rutinjuk és az ő mentalitásuk ugye egészen más már ez a kosárlabdához, és amit tehát biztató a miénkre nézve, hogy föl tudtuk venni ezt a versenyt, és hát a rutin azért az Arazsófi részére megvolt a rutin, és azért a Lilla, a dobó Lilla azért nagyon sok ilyen mérkőzésen lépett már pályára, tehát neki ez nem igazán okozott szerintem gondot, problémát, de úgy gondolom, hogy az Eszter, a Mátyás Eszter is szépen hozzá tudta tenni azt, amit kellett, hogy a Kamilla személyében is egy rutinos játékosunk volt, tehát hiszen igazából egy jó felfogásban és jó szemléletben kosaraztak a lányok, és szerintem ennek lett meg az eredménye, hogy győztünk. A győzelmen kívül milyen plusz ad még egy ilyen módon, ilyen csapat ellen kivívó siker? Motiváció a lányoknak, tehát hogy innentől kezdve el kell, hogy higgyék az, hogy nem biztos, hogy mindig egy ilyen kisebbségi komplexussal kell a pályára lépni. Tehát azért, mert az ellenfelek nagyobb nevekből állnak, az nem jelent az, hogy ők nem tudnak kosárlabdázni. Tehát nekik ez egyébként fejben kell elhinniük, hogy ők ugyanúgy tudnak kosárlabdázni, ugyanúgy meg tudnak nagyon sok mindent csinálni, és az, hogy amit ők elvégeznek az évek alatt, azt a munkát, hogy annak egy idő után úgyis megvan a gyümölcs, és szerintem ez a mérkőzés, ez pontosan erre volt jó, hogy lássák azt, hogy amit eddig elvégeztek, azt a mérkőzésen is meg tudták valósítani.
Ez a meccs nem volt kötelező feladat, de a hétvégi Kecskemét elleni hazai meccs elvileg az lesz, hiszen a Kecskemét a tabella hátsó régiójában tartózkodik, bár azt szokták mondani, hogy mindig a kötelező feladat megoldása a legnehezebb. Ez a mérkőzés, az főleg hazai pályán mindenféleképpen meg kell nyernünk a mérkőzést. Annyi nehezíteni fogja a feladatunkat, hogy elengedtük a Dobó Lilát, ugye mert válogatott összetartása kezdődik vasárnap, és úgy gondoltuk, hogy a kecskeméti mérkőzést talán nélkül is meg tudjuk oldani, hogy ezért ne legyen hátránya majd a későbbiekben. Én úgy gondolom, hogy a mostani mérkőzés alapján látszott, hogy bármelyik játékosunk pályára küldhető, és bármelyik játékosunk pont erővel meg fogja tudni ezt oldani, főleg hazai pályán szerintem nem okozhat gondot és problémát, na de ettől függetlenül keményen készülni, hogy véletlenül tényleg valami olyan kis csavar jön vele, amire nem számítunk. A nyírbátori férfiakhoz hasonlóan a Mátészalkai női kézlabdázók is a harmadik helyen állnak a tabellán. Csinálj két csapatot, válasz Berniknek. Szerencsére jó helyezésen zártuk az őszi fordulót. Nem erre számítottam, mert ugye egy felszabadult játék volt megbeszélve, igazolni ugye nem tudtunk, ezért az ifi korosztályú játékosokat kellett beépíteni, és meghozta gyümölcsét a kemény munka. Ugye volt egy téli szünetünk, ott pihentek a lányok egy két hetet, utána január 2-án elkezdtük a felkészülést, egyéni edzések voltak kiadva az első héten, a közös munkát január 9-én kezdtük meg, heti háromszor járunk edzésre, kétszer Mátészalkára, egyszer Debrecenben konditermi edzésen veszünk részt, illetve ezen kívül még két edzés ki van adva egyéni edzésként, amit a lányok önszorgalomból valósítanak meg. Új játékos nem fogunk igazolni, augusztus óta velünk dolgozik egy német játékos, ők Magyarországra költöztek, és hát nagyon alázatos a munkája, ezért úgy gondoltuk, hogy őt le fogjuk igazolni, de másabb igazolás nincs most jelenleg. A sérültjeink visszatérnek, ugye Sigér Petra már 7 méteresekre eddig is beállt, de most már 100%-os a lába, ezért őt is tudom most már használni szerencsére. Szeretném a támadó játékot színesíteni, ötletesebb játékot szeretnék látni a lányoktól, illetve egy stabil védekezést szeretnék ebbe a fél évbe, hogy az kialakuljon, hogy ne kelljen izgulni, hogy csak egy góllal nyerünk, hanem szeretném, hogyha könnyebb meccseink lennének. Szeretnénk a harmadik helyet megőrizni, de ez ugye sok mindentől függ. Itt semmilyen sérülés nem fér bele, mert mindenkinek szerepe van támadásban, védekezésben is egyaránt, és hogyha így alakul, mint most, hogy mindent megúszunk, akkor szerintem ez a harmadik hely, ez megmarad. Szeretnénk nagyon. Én maximalista vagyok, tehát én szeretném, ha dobogósok lennénk, de azt jobban szeretném, hogyha minden mérkőzést élvezettel, vidáman, felszabadultan játszanánk, azt játszanánk, amit edzéseken így gyakorlunk, és hogyha én ezt megkapom, én már akkor boldog vagyok. Tehát akkor én már örülök, hogy a csapat azt teljesítette, amit kértem. A nyíregyházi Vasvári Pál gimnázium két csapata is országos diákolimpiai döntőben szerepelt a közelmúltban. A röplabdás lányok Békés Csabán a negyedik helyen végeztek, míg a futszalos fiúk Pécsen hetedikén zártak. Megnyertük a megyei döntőt, utána a területi döntőre Debrecenbe mentünk, ahol nem volt semmilyen gond, simán nyertük. Milyen célokkal, reményekkel utazhatok Békés Csabára? Tavaly szintén Békés Csabán volt az országos döntő, lecsúsztunk a harmadik helyről, a dobogóról. Az idén szerettük volna egy érmet elérni, de nagyon nehéz volt a mezőny, és nagyon nehéz csoportba kerültünk. Mennyit edzenek a lányok? Ugye gyakorlatilag átfedés van a Vasvári Diákolimpiai csapata és a Sportcentrum utánpótlás csapata között. Hogy oldjátok meg ezt? Ez a csapat az U17-ben és az U20-ban is szerepel, illetve a felnőtt csapatban is van játékos. Közösen edzettünk az utolsó héten, és megpróbáltuk összerakni a Vasvári csapatot. Gondolom a többi együttes is élvonalbeli csapat utánpótlás csapata. Milyen erősségű volt a mezőny, milyen színvonalú volt a torna? Első lett a Békés Csaba, akadémiai szintű, a második lett a Budapest gyakorló, a Vasas, illetve az MTK-ból négy válogatottal felálló csapat volt, a harmadik a Balatonfüred,
akadémiai szintű szintén, aki tavaly a harmadik lett. Most nagyon nagy csatában egy csoportban voltunk, 3-2-re kikaptunk, és a döntőben is 3-2-re kikaptunk. Van utánpótlás egyébként, hiszen a vasvári évtizedek óta jól szerepel a diákolimpiai tornákon, most is népszerű a lányok között a röplabda? Igen, nagyon népszerű. Általános iskolában a Múric, illetve a BEM csapata, még az Arany, és most indítottunk az ELK-be egy előkészítő csoportot. 8 csapat volt Békés Csabán a döntőben. Milyen reményekkel, esélyekkel utaztatok, hiszen valószínűleg a mezőnyt ismeritek? Azzal, hogy a döntőbe jutunk, sajnos pont kiestünk, leestünk a harmadik helyre, és negyedikek lettünk, de attól függetlenül nagyon boldogok vagyunk. Ugye a negyedik hely az mindenképp elismerésre méltó. Mi az erőség ennek a csapatnak, hogy látod, mennyit készültök, mennyit edzettek, mennyit vagytok együtt esetleg a edzéseken, meccseken kívül is? U20-ban és U17-ben együtt játszunk, szóval így elég összeszokott volt a csapat, és hát igazából szerintem egy erős csapatot alkottunk. Ez a diákolimpia volt, említetted az U17-et, az U20-at, ott milyen ellenfelekkel szemben játszottok, mik a célok? Szinte ugyanazokkal az ellenfelekkel, mint most itt Békés Csabán, szóval semmi újat nem kaptunk. És mik a célok ebben a két bajnokságban? Az, hogy a döntőbe kerüljünk, és minél jobban teljesítsünk, és benne legyünk az első háromba akár. Pécsen rendezték meg a diákolimpia 5. hatodik korcsoportos futszál tornát. 12 csapat volt ott a mezőnyben, közte volt a Vasvár is. Ti milyen úton jutottatok el Pécsre? A városi vetélkedőn jutottunk tovább, utána volt a területi, ott volt egy nagyon kemény meccsünk a Gyöngyös csapata ellen. Ott az utolsó percben sikerült nyernünk, onnantól kezdve nagyon nagy erőt kapott a csapat, és az országosan is jól teljesítettünk. Az első meccsünket megnyertük, nagyon bizalmat kaptunk. A második meccsen a Veszprém csapat ellen viszont vereséget szenvedtünk. Ők viszont futszáloznak, mi ugye nagypályán játszunk. Legtöbbünk itt a Spartakuszban. Utána kicsit elszontyolottunk, de próbáltuk beleadni mindent, és a legjobb 8-ba sikerült bejutnunk. A legjobb 4 közé nem. 7. helyen zártuk a tornát. Említetted, hogy nagypályán futballoztok, hogy jött ez a futszál? Igazából Pók tanár úr keresett fel minket, és nem nagyon futszáztunk még, de kipróbáltuk, aztán úgy voltunk vele, hogy lesz, ami lesz, aztán elég sokáig eljutottunk. Mert azt mondja, hogy két különböző sportágról van szó, bármennyire labdával játszák mind a kettőt. Szerinted mi a leglényegesebb különbség a futszál és a nagypályás foci között? Nagypályán sokkal többet kell futni, mint kispályán. Személy szerint én ezt szeretem, hogy kevesebbet kell futni. Labdával ügyesebbnek kell lenni, jobban kijön a technikai tudás, mint a nagypályán. Nagypályán a fizikális is sokat számít. Azt mondják sok, hogy a futszál nagyon jó kiegészítője vagy előkészítője a nagypályás focinak a technikája miatt. Egyetértesz vele? Teljes mértékben, egy csomó nagy focista is nyilatkozta már, többek közt Neymar, hogy előtte futszalazott, mielőtt nagypályára került. Ezzel az országos döntővel a futszál szezonnak mondhatni legalábbis így diákolimpiai szinten vége. Melyik korosztály csapatban játszol a Spariban és hogy álltok? Spariban az U19-ben játszok, a bajnokság még nem indult el, majd most folyam sokára, remélem a legjobbakat. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva a viszontlátásra.